Kemény munka folyik a bátaszéki német tánccsoport táborában. Az egyesület fejlődését komolyan hátráltatta a vírusjárvány, így hát az egyhetes együttlét alkalmas arra, hogy behozzák a lemaradást. Nem csak az utánpótlás csoportnak volt számottevő ez a 3,5 hónap kiesés, hanem azért az ifjúsági csoportnál is érződött. Elkezdtük a próbálásokat, amikor ugye már lehetett, és akkor így szembesültem vele, hogy na akkor most vannak olyan dolgok, amiket újra elő kell, szóval előről kell csinálni ahhoz, hogy visszajöjjön. Sok volt a 3,5 hónap. Ilyenkor azt lehet tenni, hogy türelmesek vagyunk, ők is, mert ugye Gabi néni elfelejtettük, nem baj, azért kezdtük el újra, hogy akkor a lépéseket, a térformákat, akkor újra elkezdjük megtanulni, úgymond a lépéseket. Bátaszéken ugye elmaradt a Rétes Fesztivál a vírus véget, és azért most úgymond készülünk a bornapokra, amiket nem tudunk, hogy most lesz-e vagy nem, de mérlegelnem kellett, igen, hogy most főleg, hogy van a tánctábor, hogy mit szeretnék a gyerekeknek megtanítani, de nem utolsó szempont az, hogy minősülőre mennénk október 3-án, ugye azt sem tudjuk még, hogy fog megvalósulni, de a cél az viszont most az, hogy saját koreográfiát készítettem, szakdolgozatba kell, diploma lesz belőle, és most ennek a koreográfiáját tanulják az ifjúsági csoport. A kisebb csoport, ugye mivel, hogy azért ők még nem olyan rutinosak, ővelük János bácsi, Glöckner János, aki alapította a csoportot, amit annó nekünk is először megtanított a Springert, mi nekünk ma, vagy hát a héten ez az új tánc. A tábor nyitott, ami annyit tesz, bárki, aki kedvet érez arra, hogy belekóstoljon a német tánckultúrába, ízelítőt kaphat belőle. Ahogy elhangzott, a kicsik az alapoknál kezdték. Anno ugye, amikor János bácsinál kezdtem táncolni, akkor voltak az alap lépések, alapforgások. Na most ezeket a dolgokat én is ugyanúgy adom át a többieknek, és amiket mi tanultunk meg anno kezdésnek, akkor azokat azért továbbadjuk, továbbadom. A jelenlegi picikéknek viszont már ugye át kell egy kicsit gondolnom, mert anno mi 13-14 évesen kezdtünk táncolni, és az utánpótlásom az meg kezdett első, második osztályosként, harmadik osztályosként. Szóval azért néznem kell a korosztályt is, hogy mi az, amit az a kor el tud viselni. Fizikálisan is, mentálisan is. Sokat számít a szülői háttér abban, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak szüleik, nagyszüleik kulturális hagyatékához. Látszik, mondja Gabriella, ki az, aki otthon éli a mindennapokban a németségét. Én csak a nagypapámtól hallottam, hogy milyen is ez a sváb élet, hogy ők otthon mit csináltak, mert nagypapám sváb származású, ő Görcsönydobokáról jött, és rengeteget szokott nekem mesélni, hogy ők otthon hogy éltek, hogy miket ettek, hogy miket csináltak, hogy akkoriban mik voltak a bálozási szokások, de az, hogy én táncolok, az teljes mértékben egy saját döntés volt. Egyelőre ez úgymond csak egy hobbi, de mégis az életemnek egy olyan része, ami nem elhanyagolható. Szóval egyrészt egy hobbi, másrészt meg most így ez az életem úgymond. Számomra nagyon-nagyon fontos, hogy honnan származom, hogy honnan jöttem. És az én családomban ugyan nem csak a svábság van jelen, hanem több nemzetiség is, mégis számomra a svábság áll a legközelebb a szívemhez. Az idénre a minősülőt szeretnénk megcélozni, megteszünk azért mindent, hogy ez sikerüljön. A táborban hát a tánc elég nehéz, ezt kell mondanom,
és ugye bátaszék énekeket is gyűjtöttem, ami eredeti bátaszék énekek, és ezeket is szeretném még belevonni, majd úgymond az előadásba, de ehhez majd a sima próbákon lesz már csak lehetőségünk itt a héten, most ezt már nem tudtam megvalósítani. Glöckner János szelleme ott lebeg a Heimat Tánccsoport mindennapjai felett, és ha rajtam múlik, ez így is marad, mondta az együttes vezetője. Számomra az a legfontosabb, hogy mindazt, amit tőle tanultam, át tudjam adni az utókornak.